A csere gyakorlatilag ugyanott érhető el. Előtte kitörlöm minden ezt a min maxot, erre már nem lesz szükségünk, és itt is ezt a 19-es számot, erre sincsen már szükségünk, és akkor nézzük, hogy hogyan lehet mondjuk a nemi adatokat kicserélni. Tehát szeretném a nemi adatokat, a férfi-női nemi adatokat lecserélni. A cserét ugyanott találom, ahol a keresés, tehát kezdőlap, keresés, kijelölés és cserére kattintok. És akkor nézzük mondjuk a nedi adatokat, tipikusan úgy szoktuk cserélni, hogy a férfiakat egyessel, a nőket pedig kettessel szoktuk az adatbázisban jelölni, tehát ide beírom, hogy férfi, és mellé írom, hogy ö, egyesre szeretném cserélni. Tehát a keresett szöveg egyébként itt is át lehet váltani a keresés és cserek között, tehát a keresett szöveg férfi, és amire cserélni fogunk, az az egyes és itt állok ebben az első oszlopban, ha rákattintok a következőre, akkor meg is találja ezt az első férfi adatot, és akkor ha rákattintok a cserére, akkor kicseréli azt a férfi adatot egy egyesre, és tovább lép a következő oszlopra, vagy a következő megtalált férfi adatra, ahol megint rákattinthatok, hogy csere, 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 na, kicsit lelassult, csere, csere, és így akár végig lehetne menni. Na most persze, egy, egy 60 fős adatbázison, vagy 50 fős adatbázison nem olyan vészes így végmenni, de azért nem szeretnénk így végig kattingatni az összes kijelölésünket. Ilyenkor meg lehet azt tenni, hogy kijelölöd az egész oszlopot, ahol ezt a cserét végre szeretnéd hajtani, és ott az összes cseréjére kattintasz. És akkor nagyon kell figyelni, hogy ez a kis és nagybetű különbözik, vagy nem különbözik, be van -e állítva, mert ha be van -e állítva, és most azt mondjuk, hogy az összes cseréje, írja az Excel, hogy még 18 csere történt, akkor lehet látni, hogy ez a nagybetűs férfi adat, ez nem lett kicserélve, hiszen az nem kisbetűs férfiként szerepel, tehát azt nem tudta egyesre cserélni a csere során. Ha ez nem lett volna bekattintva, összes cseréjére újra rákattintunk, hogy ezt az egyetlen férfi adatot, nagybetűs férfi adatot is lecserélte egyesre, és most már minden férfi adatból egyes szám keletkezett. Na hát ezek után nem kell más csenni, mint hogy ide beírjuk azt, hogy nő, ide pedig azt írom, hogy kettő, és akkor megint csak az összes cseréjére kattintok, 27 csere történt, 27 nő volt az adatbázisomban, és akkor rákattintok az okéra, és a nemi adatban az összes férfi és női szöveg le lett cserélve egyesekre és kettesekre. Na most ugyanígy végig lehet menni a következő ö, oszlopon, és nyugodtan a keresés és csere nyitva lehet, és nyugodtan lehet így váltogatni a dolgok között, és akkor nézzük, a C oszlopot kijelöltem, és akkor lecseréljük, ugye itt négy hely közül lehetett választani, falu vagy község, város, megyeszékhely és Budapest. Ö, alapvetően az adatok kódolásánál érdemes arra figyelni, ez most egy kicsi kitérő magával a csere funkciójával kapcsolatban, tehát érdemes ilyenkor figyelni arra, hogy a lehető legkisebb kategória legyen a lehető legkisebb számmal, a legnagyobb kategória meg a legnagyobb számmal, ez ugye az, ez a, a lakhely mérete az egy ordinális adat, így fogjuk tudni az ordinalitást jól követni. Tehát valójában, amit ide be kell írnom, az a falu vagy község, és azt fogom egyes számra cserélni, falu vagy község, összes cseréje és lecseréltük egyesre, aztán beírom következőnek a várost, lecserélem kettesre, összes cseréje, aztán, hogyha kicsit bele lustoltok itt a gépelésbe, akkor meg lehet azt is csinálni, hogy nyugodtan ide belépsz, kijelölöd ezt a szöveget, beírod ide, hogy megyeszék helyön, beírod, hogy hármasra akarod cserélni, csak azt ne felejtsd el, hogy utána újra ki kell jelölni azt a területet, ahol a cserét egyáltalán végre akarod hajtani, és beírjuk azt, hogy összes cseréje, és akkor kicserélte a megyeszékhelyeket, helyeket, és megint csak kijelölöm ezt a Budapestet, beírom ide, és akkor azt meg négyesre fogom cserélni, és megint nem felejtkezek el arról, hogy az, ezt az egészet kijelöljem, ahol a cserét végre akarom hajtani, és azt mondjam, hogy összes cseréje. Nem azért kell kijelölni, mert cserét csak kijelölt területen tudna végrehajtani, mert az Excel a cserét végrehajtja akkor is, hogyha csak így állsz és így cserélgetsz mindenfele, viszont akkor nem fogja tudni azt, hogy melyik változóban. És például tipikusan kérdőíveknél lehet, hogy mondjuk ez a kérdőíved, ebben az egyetértek, az majd egy hármas számmal lesz kódolva, de lehet, hogy van egy másik kérdőim, ami meg nem ha négy fokú, hanem öt fokú kérdőív, és ott pedig majd négyessel kéne kódolni. Tehát, hogyha nem jelölöd ki azt a területet, ha nem az a szokásod, hogy mindig kijelölöd azt a területet, ahol a cserét végre szeretnéd hajtani, akkor ö, könnyedén belenyúlhatsz olyan ö, változóknak az adataiba is, amiket aktuálisan nem akarsz éppen cserélni. Ezért kell igazából inkább jó szokásból mindig kijelölni ö, azokat a területeket, ahol szeretnénk a cserét végrehajtani. Na hát, aztán itt van a következő, ez az Excel a barátom, és az Excel egy kínzóeszköz. eszköz. Ez kettő iteme egy kérdőívnek, ahol az egyáltalán nem értek egyet, inkább nem értek egyet, egyetértek, és teljes mértékben egyetértek válaszok közül lehetett választani. Hát kiválasztjuk, ugye a leg, megint csak ordinális adatról van szó, tehát az egyáltalán nem értek egyet, fogja a legkisebb számot, a teljes mértékben egyetértek pedig a legnagyobb számot kapni. Kijelöljük mondjuk ezt a legelső egyáltalán nem értek egyet választ, és ide beírjuk, hogy egyáltalán nem értek egyet, és azt egyesre fogjuk cserélni, és nyugodtan lehet egyszerre az összes itemen végrehajtani ezt a cserét, hiszen mindenhol ugyanúgy kell ezt a cserét végrehajtani. Rákattintunk az összes cseréjére, és akkor lehet látni, hogy kicserélte az összeset, ezt gyorsan megcsinálom az összes többire is. Na, és akkor most jön valami, amit szeretnék hogy hogyha az egyetérteket most ide beteszem, ugye azt kéne hármasra kódolni, és azt mondom, hogy összes cseréje, akkor lehet látni azt, hogy lecserélte itt a teljes mértékben egyetértekben is az egyetértek szót. Mert hogy nem az volt kijelölve, ha ez a cella teljes tartalma, hanem az összes olyan szót, ami az egyetértek szó volt, azt lecserélte hármas számra. Ezen nem kell igazából megijedni, tökféleképpen is meg lehet oldani a problémát. Megtehetitek azt, hogy mostantól kezdve azt mondod, ez a teljes mértékben három, ami valójában a teljes mértékben egyetérteknek felel meg, ezt írod be ide, és így cseréled le, és megoldódott a egyetértek, itt meg volt egy elírás. Hú, két! Ú, uh, itt van több elírás is. Uh, jó, akkor azt majd kiavítjuk, ez is nagyon jó, hogy észrevettük. Tehát visszatérve a problémára, uh, semmi gond nincs azzal, hogy a teljes mértékben három, ami a teljes mértékben egyetérteknek felel meg, ezeket javítgattuk. De azt is meg lehetett volna csinálni, még itt, amikor benne voltak az egyetértek Válasz, uh, válaszok, és ugye azokat hármasra akartuk volna cserélni, itt kettőt visszavontam az előbb a két módosítást. Ugye azt mondom, hogy csak akkor szeretném kicserélni az egyetérteket hármasra, ha ez a cella teljes tartalma. És akkor az összes olyan, ami a teljes mértékben egyetértek, a három, az egyetértek szót nem cseréli majd ki hármasra, mint látható. És akkor nyugodtan mehet a teljes mértékben egyetértek, amit pedig. Négyesre kell cserélni. Oké, és akkor amit látunk, hogy az egyetértek szavakat csak ebben a D oszlopban cserélte az Excel, az E-ben meg nem cserélte. És ha jobban megnézünk, ez azért van, mert ide nem egyet értek szó van, hanem valahogy el lett gépelve, amikor a, gond, amikor a kialakítottuk a Google kérdőívben, és nem egyetértek van ideírva, hanem egyerértek. értek. Hát ilyenkor nem kell ezen sem megijedni, ugye ez attól még az egyetérteknek egy elgépelt verziója, figyelni kell arra, hogy ezt is az egyetérteket is, az mi volt, hármas számmal volt jelölve, Kicseréljük hármasra. Na, és akkor ebből látszik az, hogy lehetnek ilyen elgépelések, és amikor azt gondolod, hogy végeztél az összes változtatással, akkor érdemes végignézni, hogy mindenhol a szövegek lettek-e cserélve számadatokra, nem maradt-e véletlenül benne valamilyen elgépelésből adódó szövegmező. És akkor lehet látni, hogy mi nekünk sikerült mindent kiavítani.